A Művelődési Ház színház termében kezdődött a humán szakmai konferencia. A humán közszolgáltatásban dolgozók részére szerveztünk szakmai konferenciát, az intézményvezetőkkel egyeztetve olyan előadókat hívtunk, ami az ő szakterületüknek megfelelő. Délelőtt folyamán mindenki itt együtt van, körülbelül 120-an vagyunk most itt délelőtt. Két témában hallhatunk előadást, Antall Judittól kiégés témakörben, illetve Szabó Pétertől pedig motiváció témakörben. Egy ebédszünet után oszlik a társaság 5 szekcióra, mindenki a saját szakterületére. Itt van közgyűjteményi szekció ugye a múzeumnak, illetve a könyvtárnak, kulturális, szociális, illetve óvodai szekció. A mai nap egy kis feltöltődés is a dolgozóknak a szakmai ismereteken túl, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt két év mindenkit megviselt, és ezért a délelőtt olyan témákat találtunk, ami egy kicsit erről szól, hogy fel tudjanak töltődni, egy kicsit kilépni a mindennapokból, és akkor délután egy kicsit szakmázhatnak is. A megjelenteket dr. Sütő László, Marcali város polgármestere köszöntötte. Kell lenni egy olyan rendezvénynek, mint ez a mai, ahol megpróbáljuk megtalálni azokat a pontokat, hogy ez a motiváció, ez újra feléledjen bennünk. Újra fontos legyen számunkra mindaz, amit vállaltunk, amit elkezdtünk, hogy segítsünk gyermekeken, segítsünk időseken, segítsük mindenkinek megoldani az életének azt a problémáját, ami nagyon-nagyon feszíti, még akkor is, ha a sajátunkat közben háttérbe szorítjuk. A résztvevők számos előadást hallhattak. A témája a kiégés megelőzéshez ad segítséget. Ugye, akik itt dolgoznak, mindannyian emberekkel foglalkoznak nap, mint nap. És hát tudjuk, hogy minden ember egyedi, mindenkinek más a természete, a magával hozott kultúrája, a szükséglete, és azért ez nagyon nagy odafigyelést kíván, és nagyon kimerítő. Abba szeretnék segíteni mindenkinek, aki itt van és ma hallgat, hogy hogyan tud vigyázni magára, miközben ilyen fontos hivatása van? Hát az emberekben van egy alapvető vágy a kiszámíthatóság iránt, és a kiszámíthatatlanság iránt is. És az utóbbi időben sajnos legfőképpen az utóbbiban lehetett részünk, amire utaltál is, hogy az elmúlt közel két év most már az ugye rengeteg nem várt meglepetést tartogatott. Úgyhogy arra próbálok rávilágítani, hogy ezeket a helyzeteket hogyan tudjuk olyan kognitív módszerekkel kezelni, amikkel elviselhetőbbé válik az, hogy a körülmények azok folyamatosan megváltoznak, hogy hogyan tudunk mi hatást gyakorolni a saját személyes terünkben, a kapcsolatainkra, a személyes életünkre érdekében annak, hogy ezt valahogy jobban átvészeljük, ami még előttünk áll. Az egész napos rendezvény során a szakembereknek lehetőségük volt tapasztalatcserére is.